Teltház előtt szólalt meg a tavaly decemberben felavatott és megáldott karorgona a Magyarok Nagyasszonya Társszékes Egyházban. A koncertek különleges nyáresti élményeket kínálnak a tartalmas, felemelő kikapcsolódásra vágyó közönség számára országszerte. A kellemes hangulatú orgona muzsikára épülő hangversenyek célja, hogy a forró nyári napokon a templomok hűvösében minőségi programokat kínáljon mindazok számára, akik az igényes pihenést kedvelik. A hangszerek királynőjét a programsorozat keretében a legtehetségesebb orgonaművészek szólaltatták meg. Mindig nagy szeretettel és nagy lelkesedéssel érkezünk Debrecenből az Orgonapont fesztivál koncertjeire ide a Nyíregyházi Társszékesegyházban. Többször volt már alkalmam itt játszani ezen a nagyszerű, illetve ezeken a nagyszerű hangszereken. A lenti orgona az egy nagyon új, talán fél éves szerzeménye a Székesegyházban, a Társszékesegyházban. Nagyon nagyszerű, úgyhogy mindenképpen ez egy új színfolt és egy új lehetőség ezen a koncerten belül, hogy a hangversenynek az első felét a lenti orgonán adhatjuk, és így közelebb kerülünk a közönséghez, ők is láthatják, hogy hogyan kamaráznak a mai koncertnek az előadói, illetve természetesen a régi orgona, a fenti hangszer, aminek gyönyörű, szép romantikus hangja van, az is megszólal a mai koncert során. A koncert első felében a Szent József oltár előtt elhelyezett multiplex orgonán játszó művészt nem csak hallhatta, de láthatta is a közönség. Az idén 119 éves nagyorgona is megszólalt a későbbiekben, kihasználva a hangszerek adta lehetőséget, hogy minél korhűbben lehessen visszaadni az orgonaművek eredeti hangzásvilágát. A mai koncert összeállításánál nagyon fontos szempont volt ez, hogy kétféle, nagyon különböző stílusú hangszere van már a templomnak. Nyilván a lenti orgonán, a lenti játszóasztalon a barokk művek szólnak nagyon-nagyon szépen, úgyhogy ennek megfelelően ide tettük a műsornak a barokk részét, barokk anyagát, a fentén pedig inkább azok a romantikus szerzemények vannak tervben, amelyek azon az orgonán, annak az orgonának a különlegességeit hozzák ki. Sárosi Dániel partnere ezen az estén Jantyik Hanna fuvola művész volt. A két hangszer felcsendülése különleges élményt nyújtott a zenekedvelőknek. Ugye a Fuvalás álmok címszó alatt igyekeztünk olyan műveket összeválogatni egészen a német baroktól a francia impressionistákig, sőt már szinte jazzbe hajló muzsikákig, amik egy utazásra és álmodozásra hívják majd a közönséget. Hanna 1995-ben született. Édesapjához hasonlóan ő is hamar a zene felé fordult. A Philharmonia Magyarország rendezésében többször koncertezett már felnőtt és ifjúsági hangversenyeken egyaránt. Néhány évvel ezelőtt a Philharmonia Magyarország rendezésében jött össze a kamaránk, amit ezt a formációt annyira megszerettük, és ahogy tudjuk a közönség is, hogy az évek során egyre több koncerten muzsikálunk együtt. Az egyórás koncerten elhangzott többek között Bach, Fori, Rachmaninov egy-egy darabja, zárásként pedig egy ma élő kortárs zeneszerző Gárdonyi Zsolt műve is, melyben igazán kiteljesedett a nagy orgona hangzásvilága. Az élményt a nagyszámú közönség vastapssal jutalmazta.